A Szekszárdi Garai János gimnáziumban évek óta hagyomány, hogy márciusban és egyszer június 15-én diáknapot tartanak, melynek programját mindig a diákok szervezik meg. Az idei Garai napra sem lehetett panasz, hiszen nagyon sok színű és érdekes elfoglaltságok várták a tanulókat, ahol bárki megtalálhatta a neki legjobban tetsző vetélkedőt, előadást vagy foglalkozást. De mielőtt elkezdődött volna az önfelett szórakozás, két hivatalos ceremónia is várt a garaisokra. A mai napot egy szép megemlékezés nyitottuk, tehát a március 15-i ünnepségünk zajlott, ezt most online tudtuk levetíteni a diákoknak. Utána megtörtént a diákigazgató választás eredményének a kihirdetése. Megtudták a diákok azt, hogy mától kezdve kik az új diákigazgatói az iskolának. Ugye ezen az eseményen mindig a 11. évfolyamosok vesznek részt, ez azt jelenti, hogy ők jelölnek diákigazgatókat, összeállítanak egy iskolai programot, amit az elkövetkezendő egy évben szeretnének megvalósítani. Ezekre a programokra lehet szavazni, közben készítettek videófilmeket, kampányfilmeket, voltak kampánytáncok, volt egy nagyon színvonalas diákigazgatójelöltek vitája, és utána pedig a szavazással zárult ez a sorozat, ez a hét elején kezdődött, és ma ért véget, és ennek a szavazásnak az eredményét hirdettük ma ki. Idén Szalai Bálint és Brautingen Barna érdemi megvalósítható célkitűzésekkel nyert el a többiek bizalmát, így ők lettek az új diákigazgatók. Egy közösségi tér a diákoknak, ahol lyukas órában tudnak lenni, vagy bármilyen hasonló dolog, ezek ugye még alakulni is fognak, illetve hát mindenképpen azon leszünk most rajta az elkövetkezendő egy évben, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. Az ünnepi megemlékezés és a diákigazgatók beiktatása után a tanulók birtokba vették a gimnázium épületét, és megkezdődtek a változatos foglalkozások, előadások, házi bajnokságok. Önismereti és érzelmi intelligenciával kapcsolatos társasjátékokat játszunk, és nagyon jól érezzük magunkat, ez történik éppen. Ezt tetszett a legjobban, főleg amiatt, hogy ilyen érzelmi intelligenciával foglalkozunk, ez így érdekelt engem is, meg a többieket is, meg a társasjáték miatt is, mert ez vicces, hogyha együtt játszunk. A többi programról nem tudok sokkal többet, mert én csak a quizre megyek, és azt tudtam, hogy oda mindenképpen megyek, az egy ilyen nyelvi játék, meg történelemmel kapcsolatos ilyen foglalkozás lesz, és igyekszünk jól teljesíteni. A varródoboz elnevezésű kézműves foglalkozáson hegedűszó mellett varhattak, vagy fűzhettek gyöngyöt a diákok. Ezen a programon is szép számmal vettek részt a tanulók. Úgy voltam vele, hogy érdekel a varrás, és kipróbálnám magam, mert már nagyon rég vartam, és igazából tetszik is a foglalkozás. A gimnázium díszcsarnokában matematikai és logikai társasjátékokat próbálhattak ki a diákok. A közel 30 darab társast egy pályázat keretében szerezte be az iskola, a logikai vetélkedőn ezekkel mérhették össze a tudásukat. Nagyon szeretik, mert vannak olyan játékaink, amelyek kimondottan ilyen csapatban tudnak játszani, tehát fejleszti nyilván a csapatban való együttműködésüket, fejleszti a kudarc tűrő képességüket, de elsősorban mi nekem matematika tanárként nagyon fontos, hogy a logikájukat mozgatja meg minden játék tulajdonképpen, tehát a kooperatív játékokon túl ezek ilyen gondolkodós játékok elsősorban. A Garai Napok programján belül nagyon sok lehetősége van a diákoknak, ez az egyik program, amit felajánlottunk nekik, úgyhogy ez egy önkéntes jelentkezés alapján történt. Viszonylag sokan érdeklődnek ez iránt, a program iránt, hiszen szeretnek játszani. Sajnos a napi rutinban erre nincs olyan sok lehetőség a tanórákon, úgyhogy nagyon élvezik ezeket a játékokat. A változatos foglalkozások, előadások, házi bajnokságok, valamint a jubileumi évre emlékeztető játékos vetélkedő jelentős látogatottsága azt bizonyította, óriási igény van a tartalmas szórakozásra, kikapcsolódásra.